mindig azt mondják nekünk, hogy minél nagyobb az erőfeszítés, annál többet kapunk az életből. De természetesen ez nem mindig igaz. Gondoljunk például csak az elalvásra. Megfelelően előkészíthetjük magunkat, és kényelmesen helyezkedhetünk el. De végül nem kényszeríthetjük ki az alvást. Igaz? Tény, hogy pont fordítva történik. Minél jobban erőlködünk, annál kevésbé fogunk elaludni. Csak amikor abba hagyjuk a próbálkozást, akkor fogunk az elalvásba sodrodni. És mielőtt észrevesszük, másnap reggel felébredünk, felfrissítve és elazulva, egy jó éjjeli alvás után. Hasonló a dolog, amikor gyakoroljuk az elmünket. Talán olyan, mint amikor szelidítünk egy vadlovat. Gondolkozunk csak el arról, ahogyan szelidítettek egy vadlovat. Ahelyett, hogy bezárnánk egy helyiségbe, a lovat kiengedik egy nagyon hosszú kötelen, egy nagy tágas térben. A ló szabadon futkározhat, és úgy érzi, hogy annyi terrel rendelkezik, amennyit csak akar. De egészen lassan, mindig jobban rövidítik a kötelet, és a ló megszokja ezt az érzést. Míg megérkezik egy természetes pihenési állapotba. És ugyanazt szeretnék elírni az elménkkel a meditációban. Nem egy helyben akarjuk bezárni, hanem egy természetes pihenési állapotba hozni. Tehát engedjük el az elképzelést, hogy valamit el akarnánk érni, vagy eljutni valahova. Ahelyett élvezzük a lehetőséget, hogy egy kicsit visszadőlve és elazulva jelen legyünk a világban. Rendszeres gyakorlással elérhetjük az összpontosultság és az ellazultság egyensúlyát. És akkor egyszerűen létrejön. Tehát folytatjuk úgy, hogy a testtartás képviselje ezt az egyensúlyt, az összpontosultság és az ellazultság között. És amikor készen állsz, elkezdjük a gyakorlatot. Egy néhány mély lélegzéssel. Belélegzel az orrodon keresztül. És kilélegzel a szádon keresztül. És ahogyan belélegzel,
Figyelj arra, ahogyan a mellkasod kitágul, a tüdők feltöltődnek levegővel, amikor kilélegzel, érzed, ahogyan a test mindig jobban elazul, minden egyes kilélegzéssel. És a következő kilélegzéssel egyszerűen gyengéden zárd be a szemeidet. És észre kezded venni a testednek súlyát. Ahogyan a testet érinti a széket. Talpait a padlót, a kezeit és karjait csak pihennek az öletben, a lábaidon. És figyelt egy pillanatra a hangokat körülötted. Érezd a teret, ami körülvesz téged. Emlékezz, ha elvándorol az elmét, akkor egyszerűen gyengéden hozd vissza figyelmedet a különböző hangokra. Aztán újra irányítsd figyelmedet a testetre. Először ismert meg testedet. Mérd fel, hogy a testet most éppen úgy általánosan hogyan is érzi magát. Aztán, amikor készen állsz, a feje tetejénél kezdve, egészen a talpadig, végig felméred a testedet. Felismered azokat a területeket, ahol jól érzed magad, és azokat, ahol kevésbé jól érzed magad. De egyik érzésnél sem töltesz el sok időt. Egyenletesen végig ellenőrzöd testedet. Az egyik testrészről a következőhöz. Így létrehozol egy képet, ahogyan lefele halad. És abban a pillanatban, amikor elvándorolna az elméd, a pillanatban, amikor észreveszed, hogy az elme elvándorolt, visszatérsz a testi érzésekhez, ahogyan lefele ellenőrzöd a testedet. A láb ujjadik. Lassan a hangulatról kapsz egy képet. Az elméd érzelmi állapotáról. Újra nem értékelni, csak képet alkotni. Arról,
ahogyan éppen érzed magad, és ahogyan már néhányszor tette, elméd és figyelmet most csak a lélegzés emelkedési és süllyedési érzés iránt fordul. Az elején csak érzed, hol a legtisztább, a legerősebb ez az érzés. De ne próbálj változtatni rajta semmilyen módon. Észreveszed a légzés ritmusát. Észreveszed a légzés minőségét. Tehát minden egyes légzés egyenletes? Vagy valahogyan megáll és újraindul? Hosszúak vagy rövidek a lélegzések, és ahogyan jobban ráismersz erre a ritmusra, csak kezd számolni a lélegzéseket, ahogyan jönnek és mennek. Csak, hogy könnyebb legyen megtartani a figyelmedet. 10-ig számolsz, aztán újra 1-nél kezdett. Tehát emlékezz, megállni 10-nél. Mindig, amikor elérkezel 10-nél, újra 1-nél kezdett. A lélegzésed természetes ritmusa szerint. És akkor most engedd el a lélegzésre való figyelmedet. Engedd el mindennel kapcsolatos figyelmedet. Csak engedd meg elmédnek, hogy tegyen, amit szeretne. Ha az elméd gondolkozni akar, engedd gondolkozni. Ha figyelni akar valamire, engedd, hogy figyeljen. Engedd, hogy tegyen, amit akar. Nincs szükség erőfeszítésre, ellenőrzésre.
aztán gyengéden hozd vissza figyelmedet a testedhez. Vissza a testednek súlyának érzéséhez. Ahogyan a tested érinti a széket, a talpait, a padlót, a kezeit és karjait, a lábaidon, lassan újra vedd észre hangokat körülötted, esetleg az erősebb illatokat is. Talán az ízet a szádban. Tehát hozd vissza figyelmedet azokhoz a testi érzésekhez. Vissza a közvetlen környezetbe. És amikor készen állsz, gyengéden kinyitatott szemeidet, dőlj hátra a székben, nyújtózkodjál, ha szeretnéd. Jól van. És már hogyan érezted magad? Ma nagyobb volt az egyensúly érzése? Gondolj arra, hogy még igazán az alapoknál tartunk. Az egész még az ismerkedésről szól. Ne gondolkozz az egészen túl sokat. Inkább élvezd ezt a szünetet, hogy lélegzéshez jutsz minden nap.